Lezsák Sándor alelnök úrtól kaptunk meghívást a Vármegyei Értéktárak bemutatkozása kapcsán. A Felvidéki Értéktár érkezett Lakitelekre, hogy bemutassuk, megmutassuk, hogy élünk mi az értékeinkkel együtt itt a Felvidéken. 78 értékünk van bejegyezve, 77 értéktárunk van bejegyezve, de nagyon-nagyon sok közösségünk van, amelyek dolgoznak sok-sok szeretettel, sok-sok értékkel, úgyhogy az 550 kilométeres távolságot Pozsony és Nagykapos között azt bejárjuk, és ismerkedünk még mi is az értékekkel, hiszen mindig új közösségek jönnek, és mutatkoznak be, ismerjük meg őket, úgyhogy mi tulajdonképpen itt az értéktárban azt szeretnénk, hogyha ezek a közösségi értékek, a kis közösségek értékei bekerülnének a mi nagy közösségünkbe, a mi nagy tárházunkba, és egy közös, akár kárpát-medencei szellemi és kulturális kincsé válnának. Hát aki nem járt ott, az bánhatja, mert nem kóstolta meg, és akkor így nem tudom tőlük visszakérdezni, hogy a kőtést itt hogy ismerik Magyarországon. Ugyanis a kőtésnek ugye számos neve van, csiripiszlé, birac, csiramálé, ezekkel a nevekkel ismerik itt Magyarországon. Aztán volt kúcsos kalácsunk, ami a lakodalmas kapcsán jelent meg, és volt gömörről túrósétesünk, úgyhogy sokat vesztett az, aki nem jött el a bemutatónkra. Sütemények közül még szeretném elmondani, hogy hoztunk pozsonyi kiflit is. Ez áprilisában lett hungarikummal nyilvánítva, és én azért vagyok erre büszke, és azért szeretném ezt kiemelni a Felvidéken, mert a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás az, amelyik nagyon sokat tett azért, hogy ez ne csak egy recept legyen. Tehát ne csak receptként kerüljön be. Számomra azért is különleges, mert szerintem ez egy szellemiség magában a pozsonyi kifli, hiszen a polgári társulás több évtizede dolgozik azért, hogy Pozsony a évszázadokon keresztül ugye nemzetiségek központja volt, és hogy példát mutat abba, hogy itt a nemzetiségek békébe és szeretetbe tudnak együtt dolgozni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a polgári társulás munkája is, a pozsonyi kifli is, maga a recept is, erről kell, hogy szóljon. Azok a közösségek, akik szeretettel végzik a munkájukat, félve gondozzák a maguk kincseit, bizalommal kell, hogy forduljanak az értéktár felé. Hogy az értéktár egy jó dolog, és hogy az értéktárba azért is jó lenne, ha az értékek települési szinten, tájegységi szinten bekerülnének, hogy megmaradjanak a jövőnek, hisz ezeket az értékeket mi a felmenőinktől kaptuk. Mi még ismerjük őket, és nagyon jó lenne, hogyha 100 év múlva, 150 év múlva, 200 év múlva, 1000 év múlva is meglennének. És ez azt gondolom, hogy a szeretet meg a bizalom, ami sokat segít, úgyhogy ezért meg kell dolgozni.